Tóth Katarina is egyike az ondíjazottaknak, akik kimagasló teljesítményükért részesültek elismerésben. A temerini diáklány az évek során számos magyar nyelvi és irodalmi versenyen szerepelt kiváló eredményekkel. Amiért most itt vagyok, az a magyar nyelv, és azon belül a nyelvtannal foglalkozom, és a szavalással is, prózamondással. Mit jelent ez számodra, és mit szeretsz benne legjobb? Nagyon szeretek színészkedni, és előadni, amit a költő annó leírt, régen vagy mostanában, és ezt szeretem legjobban benne. Hajbel Katalin szerint pedagógusként nagyon fontos szerepük van a diákok teljesítményében, hiszen a tanterv mellett igyekeznek azt a pluszt megtalálni a gyermekekben, amiben tovább fejlődhetnek és még jobbak lehetnek. Színjátszás kategóriában részt vettünk az általános iskolások művészeti vetélkedőjén, aztán Bács-Fekete-hegyen a színjátszó találkozón, versmondásban, prózamondásban is elsődíjunk is van, és elsődíjazottam is van az osztályból, és matematikából is szép eredményeket értek el a gyerekek, tovább jutottak magyarországi versenyekre is. Az idei év legtehetségesebb diákjai túlnyomó részt a természettudományok kategóriájából kerültek ki, hangzott el az eseményen. A Vajdasági Tehetségsegítő Tanács választotta ki a díjazottakat. 10 éve, hogy minden évben a Tehetségsegítő Tanács megjutalmazza és fölfigyel azokra a tehetségekre, akik a lakosságnak mindössze 1-2-3%-a. Közösségünknek nagyon fontos, hogy fölfigyeljünk azokra a gyermekekre, akik kiválóak. Az idén 95 pályázóból választottuk ki a legsikeresebbeket. Túlnyomóan természettudósok, hogy így mondjam, idézőjelben, mert előbb-utóbb tudósok lesznek, kevesebben társadalmisok, még kevesebben művészek és sportolók, nincs minden évben így, de az idén így sikerült. A vajdasági tehetséges diákok ajándékokban és pénzjutalomban is részesültek kiváló munkájuk elismeréséül.